Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és ismét az Y-Lencből jelentkezem. Ugye elkészült a hajó szerkezetileg, csináltam róla egy jó kis mentést is Windowsba, hogy biztosan megmaradjon a cucc, ne legyen olyan, hogy nyomok egy startot, aztán itt marad a kasznia, vagy valahol elsüllyed a távolba, mint annak idején hagyom a barátommal, amikor live voltunk belőle egy epizódot, aztán leugrott a kaszniról, vagy az alvázról a karosszéria, úgyhogy most ezt elkerülendő lementettem, és talán így akkor vissza tudom tölteni, ugye single player nem felhőbe ment, hanem gépemre, úgyhogy csináltam belőle egy biztonsági mentést erről az állapotról. Na, a mai részben nagyjából a háza, vagy a berendezéssel fogok foglalkozni, a hajó berendezésével, úgyhogy mindenféle furcsa ilyen barkácsi dolgot fogunk belehelyezni. Megkeressük, hát hogyha itt vannak ilyen kaják, mondjuk food nem is annyira kell, klotén, talán itt vannak a kemencék, vagy ilyesmit, nem tudom. Az is volna, megtalálnám őket egy kupacon, mert akkor biztos, hogy egy helyen lennének, de nem biztos, hogy a mizkbe vannak. Inkább potok vannak, meg ilyesmi. Na, ebbe voltam az előbb. Hát itt is lehetnek végül is. Nem akarom beírni, hanem inkább megtalálni, mert akkor lehet, hogy egy kupacon sok mindent találok. Hát a crafteros tudsz. Ja, talán ez. Talán ez. Á, itt az ágyikó is egyébként. Hát ez most annyira nem. Nem annyira kell. Ide ilyen kemencék, meg ilyesmik kellnek. Kell majd egy ilyen. Ehhez sok agyag kell, de ott van a házamba. Ez mi ez? Ez egy kerítés, egy vas kerítés. Az is jó. Szóval itt a budim. Ez egy csapka. Ha. Ilyen szignek, ilyen ki lehet velük rakni ilyen ajtók fölé. Ki lehet rakni őket. Na mi van még? Mi van még? Ez jó. Ez egy konténer. Ezt ki kell majd próbálnom. Ebbe lehet tárolni dolgokat. És azt hiszem ez inventory konténer. Nagyot craftoljunk, nézzük meg. Nem lépek majd ki, még keresgélünk. Itt van egy lámpás. El kell mennünk majd ilyen dolgokért bizony. Ez is egy inventory konténer. Szekrényke. Ezt majd amikor a bútorozzuk a lakást, akkor kell majd. De ezeket a furnitúrnál fogjuk megtalálni. Váza. Hát, mi ez? Cooper vár. Cooper, Requence Foundry. Cooper és Cole. Nem tudom, ez mi egyébként. Ha ide bérjük a fence-t, nem. Az a kerítés, hanem a... Jaj, de gyors... Furnace, ez az... Living, ez nem tudom, ebből kéne... 15 agyagot kéne szereznem, meg van a blacksmith cucc, az is kelleni fog. Ahhoz meg üllő kell, meg agyag, meg bellows. Jó. Hát jó részét otthon fogom tudni legyártani. Lehet, hogy el kell kezdenem legyártani a chesteket. Kalapács, szög is fogytán van egyébként. De ötöt tudunk csinálni, úgyhogy ezt legyártjuk mindenképp. Most, hogyha nyomok egy izét, akkor ugye elvesztettem az öt chestemet. Ja, kb. Igen, így történt. Na mindegy, újra. Ez hogy működik? Itt van benne a konténer, oda néz. És mit lehet beletenni? Ilyet nem. Ilyet se. Barkot se. Kaját se. Mit lehet beletenni? Soil konténer. Mit jelent az, hogy soil? Hmm.
Hát valamit biztos lehet beletenni, csak nem tudom még mit. Jó, mindegy. Gyártsunk chestet, párat. Egyet először. Na. Próbáljuk oda jól bebuggoltatni a sarokba. Hármat kéne egy ilyen ajtóba beraknom. Minimum. Vagy négyet? Vagy ahogy kijön, mi? Ja, rakjuk sorba, aztán meglátjuk. 3. Hát az 7, meg 7, 14. Lehet, hogy 14 is elfér. Ja, igen, mert egyet felesbe tudok berakni. Na jó, végül is mehet így. Nekem adja ez így. Valahogy így berakjuk ide. Oké. Oké, megvan az 5. Egész jó, egész jó. Ebbe azért lesz raktér így. Oda még 2 elfér, és már pluszba vagyunk igazából. A legelsőben lehet, hogy építőelemeket rakok. Kockát. Vagy csak sorba rakjuk őket. Van ez. Van ez. Azt ki is cseréljük. Utána jön ez. Gondolom. Aztán jöhet ez. Ez. Ezek meg az ilyen különlegesebb elemek. De ezeket mind használom, úgyhogy... Jó, hát a log az megint egy külön téma lesz szerintem. Deszkát tartok magamnál, az maradhat, meg a log is. Jó. Kajám az van. Eszek is. Ham. Jó, elmegyünk haza. Továbbra is esik benne az eső, de miért esik benne az eső a hajomba? Nem is értem. Na mindegy. Menjünk haza, csináljunk szöget, meg mit kell csinálnom? Valami, kéne csinálnom ez itt blacksmith-es cuccot is. Meg egy csomó egyéb hasznos holmit. Ki kellene próbálnom, hogy tudok-e vetni például abba az ablaki virágizébe, virágtartóba. Mi vagy te ott? Vatkan, jó. Ebbeni. Azt mondja, hogy ebből, ha kiveszem a flux van itt, meg fern, grain. Ez valami virág, ezt megnézzük. 6-os. Na, hova ütötte? Ó, beütötte oda valahova izébe. Na, ez egy jó húzás volt. Ez mi volt? De megijedtem tőle. Ez vaddisznó volt szerintem csak. De megijesztett. Na, ebben van valami? Nincs. De valami ilyet kell csinálnom, ez egy 4x4-es holmi. Ezt kell leraknom még majd oda. Úgyhogy kellenek hozzá érdekes dolgok. Ja, ez kell, hogy nálam legyen, az biztos. Ez is. Cooper talán nem kell. Szövet se talán. Az se nagyon. A legfelsőben van valami, esetleg valami kincs. Nem nagyon jó. Abba sincs. A nagyobb kincs, abba sincs. Egyébként. Mindegy, majd az ilyen ásványkincsek, meg ilyesmiket, azokat lehet, hogy ott bent tároljuk a belső térbe.
ahol olvaszgatom is őket, az úgy szerencsésebb lesz. Most megnézzük ezeket a kemencéket még egyszer, valami fence, nem, hanem furnace, abból csak egy van, abból tudok csinálni hatot, de jó. Ezt is gondolom le kell raknom, nem egyből. Ez azt jelenti, hogy ez lehetne magasabb, tehát a rakunk alá lehet valami talapzatot. Csak nem tudom, milyen talapzatot lehetne alája rakni. Ez 4-es, ez nem jó. Kőből meg nem tudok, mert szerintem kőből én nem tudok olyat, hogy mi a kő. Stone. Stone. Olyan nincs is. STN, ez nem tudom mi ez. Ja, steel. Aha, steel, steel. Hát, csak a wood jöhet számításba. Mondjuk egy ilyen. Ezt össze tudom rakni. Ez szóba is jöhet, ez kell is alája szerintem lehet. Ezt ott majd megnézzük a helyszínen. Viszont nem kéne üresen mennem szerintem. Valamit viszünk, ami fontos. Elvisszük az ilyen fontos nyersanyagokat. Az nem fontos, még a grass az fontos, amikből valamit csinálni szoktam. Ez se fontos. A bőröket is elvisszük. Ezeket már elhelyezzük a hajón. Te mi vagy? Egy grass. Maradt valamennyi szövetem ezekből. Hoppá, farkasok. Farkasok táncolnak oda künn. Flint. Jó, ennyi. Elmegyünk aludni, mert igen, csak izé van itt. Ott a hajó van, arra fel meg a farkasok van, csak itt nem látok ki. A Jinjan keresztül. Ledölök most itt hátul a farkasok környékén. Jaj, majdnem reggel. Ja nem, nincs még reggel, most lesz reggel majd csak. Reggel van, jó. Már csak azt kell kitalálnom, hogy tudok ebbe az izébe ültetni. Szép dolgokat. És meg erre hallom a farkasokat. Vaddisznók is vannak ott. Jó. Ugye kell erre talán nincsenek farkasok. Nem tudom most hol tanyáznak egyébként, de lehet benne költözenek a sűrű sötét erdőmbe. Akkor meg leszek lőve. Óha. Nem laktam jól egy popcorntól. Micsoda világot élünk. Na, most már jobb a helyzet. Most egyelőre még szemetelünk, mert nem tudom rendszerezni jobban a cuccokat. Próbálok, hát minden ládikóban más teszünk, de azért... Jó. Kettes ládikó. Akkor ebbe belerakom az ilyen szövet meg bőr cuccokat. Biztos, ami piszkos. Így. Ezt is, meg ide egy kettest. Jó. Toll is mehet ide. Oké, okay, nagyjából ennyi. Mi ez a soil? Meg kell néznem. Talaj. Termőföld. Ilyesmi, aha. Hát lehet, hogy azt is tudjuk majd valamire használni. Egyelőre még nem, de majd biztosan. Betesszük ide a clay-t is. Egyelőre ennyi clay nekünk elég lesz szerintem. Meg is csináljuk a helyét a kemencémnek. Az egyik az itt lesz a sarokban, a másik meg ott lesz a kovács műhely mondjuk. Itt meg ez a kemence. Elvileg szerintem az, ha minden igaz, akkor az háromból kijön. Három helyből. Ojoj. De le lehet ugye tenni ide. Elvileg le lehet biztos. Remélem a hajóra is le lehet tenni. Azon gondolkodom, hogy alája kéne pakolnom. Egy, kettőt, hármat oda. Előtte.
Nézzünk egy craftingot, és mondjuk egy... Hát, nem tudom, talán... Mekkora lehet ez a cucc? Ez 3x3-as kb. Inkább 3x3-as, úgyhogy azt csináljuk, hogy crafting, wood, csinálunk egy ilyen ilyet, egyet, így, és ezt rakom oda először. És akkor erre talán rá tudom tenni ezt a furnace-t. Az jó lenne, menő lenne, ha erre rámenne. Oké. Azt mondja, hogy forgatni, hogyan tudom? Jé. De nem így akarom forgatni, hanem FR. Hú, le lehet rakni ide is. Nagyszerű. Jó, hát az kapott egy ilyen alapzatot, amit jobban is néz ki így szerintem. Mint enélkül. Úgyhogy ez így szerintem tök jó lesz. Oda majd rakunk egy fakockát, vagy nem, meglátjuk, mindegy. Ide meg berakjuk a blacksmith holmit, csak azt nem tudom ahhoz mi kell. Ahhoz kell egy üllő, meg egy bellows. Ezt megnézzük, hogy kell csinálni. Kettő is van, van egy ilyen, meg egy ilyen. Szövetes, meg bőrös. A bőrös csináljuk meg. Kell hozzá egy varrókészlet, valahol van. A varrókészlet az olyan, hogy azt elszúrtam, mert van egy csomó belőle, de igazából egy is elég, mert az ilyen többször használatos dolog. Most már tudom. Egyet magamnál tartok, mint eszköz. Ez egyfajta szerszám gyakorlatilag. És mi volt a másik eszköz, ami kell hozzá? Jaj, mit mondott? Mindjárt nézzük. Bellows. Bürke. Keresünk bürkét. Állati bürke. Abból többen van, úgyhogy aztán itt a hármasban van, nem? Kettesben? Itt van né. Így már tudom csinálni a bellowot. Mi a különbség? Ja, a szövetből is lehet csinálni. Egyet csináljunk, úgy. Visszapakolunk. Így, né. Jó. És akkor az üllőt, azt viszont... Az üllőt, azt hogy tudom csinálni? Azt így kézbe. Hogy egy üllő, azt kész. És akkor mehet a blacksmith cucc, csak be kell mennem a kis házikomba. Így, né. És ide kell majd pattintanom. Na, blacksmith, ott is van, azaz, egyet kell pont csinálnom, craft. Ez nem illeszti sehova, de durva. Hogy lehet ezt illeszteni valamihez is? Azt mondja, ja, hogy ez varia, ja, csak elforgatta, ennyi történt. Így elég nehéz azt lerakni egyébként. Azt mondja, build range kontrollal lehet ezt szabályozni, oké. Az nem működik, jó. Így nehéz lesz így berakni a helyére egyébként. Na, így benn van a helyén, mondjuk. Van egy üllő, meg minden. Oké. Okay. Bekerült. Most ide kell beraknom azt a clint, vagy mit. Arra a részre. És akkor az is adott lesz. Az meg ilyen furcsa kemence az is. Vagy kiln, vagy nem tudom, valami ilyesmi neve van. Ez az. Ó, tudok is csinálni egyet, jó. Na, azt craftoljuk le, és próbáljuk ide bepattantani. Forgítsuk el.
Úgy nem tudom, ezt mennyire lehet benyomnod a falba. Úgyhogy ne lógjon ki még. Benyomtam jól a falba, de kíváncsi is vagyok rá, hogy kilóg-e, mert nem akarom, hogy csúnya legyen egyébként. Ha ez kilóg, ez nem jó. Nem jó, nem jó, nem jó. Gyorsan, gyorsan, gyorsan le kell bontani. Futás, futás. Majd később eszünk. Nagyon gyorsan le kell bontani, csak mivel bontom ezt le? Föl lehet pikkelni? Így. Visszakaptam a... Nem nagyon. Nem nagyon kaptam vissza a cuccomat. Na mindegy. Csak még egyet. Kill. Köi. Ott van. Hogy néz ki ennek a hátulja? Ja, amikor törik meg, még akkor is van neki ott ilyen ura. Hát, ja, de most nagyon nem tolhatom hátra, akkor meg ott is kilóg, úgyhogy így lesz valahogy így. Ezt is megnézzük, vízbeugrással, úgy. Most is kilóg a kis büdös, két helyen. Ez se jó. Ugye el fog fogyni az összes izém. Várjál, oda kéne úszni, ezt itt följönni, ez is jó opció. Talán ezzel is föl tudom ütni. Így talán visszakaptam. Ja, így visszakaptam, jó. Akkor újra tervezés. Nagy nehezen lerakom ám, közben eszünk is, renni kell. Csak tudnám, hogy mi a mércéje ennek, hogy mennyire lehet hátra rakni. De hát nem tudom sajnos. Azt mondja, inventory. Crafting. Ez az. Craft. De lehetne magasabban, például föl is emelhetném egyel. Ha egyel fölemelném, akkor lenne nem csak érdekes a dolog. Aha, jó, hát megpróbáljuk akkor most így lerakni. Azon nem fogok tudni átbuggolni egyébként. Na, még ide be tudok menni a sarokba. Meg ide is tudok megvenni a sarokot, is lehet valamit csinálni. Na nézzük meg. Na most nem lóg ki. Jó. Most jó. Így elfogadjuk. Elfogadjuk, akkor így lesz. Nem tudom, a hátulja az. Meg most is bele gyógyítottam, azért elég jól. Jó, hát itt végül is ennyi. Itt még lehet valamit barkácsolni a sarokba, de hát ez azért is volt kitalálva, ez egy ilyen kovácsműhely gyakorlatilag. Úgyhogy ez így jó lesz. Itt még tudok letenni valami szőnyeget a földre, azt a sapka. Esetleg elfér még a szövetkészítő holmi, talán. Az még ott elférhet, ha úgy alakul, de az se biztos. Meg az se fontos egyébként. De meg mindenféle követ lehet égetni, meg agyagot. Inkább azért kéne megcsinálnom, van egy ilyen széntartó.
Inventory container. De ezt le is lehet rakni, nem? Mindjárt nézzük. Ja, ebbe beleraktam a szenet is. Ezt le lehet rakni? Azt mondja, 7-es. És akkor fölveszem, és akkor ebben sok szén van, állítólag. Na mindegy, de ez is inkább ilyen kézi cucc. Jó. Ebben meg földet lehet rakni, dörtöt. Jó. Oda lehetne berakni ezt a holmit. Hát hátul meg lehet, hogy le is burkolom majd valamivel, hogy ne legyen ilyen fura a hátulja a hajónak. Meg itt oldalt is le lehet burkolni. Igazából itt csak egy belépő, aztán itt lehet kemencézgetni, meg egyebeket csinálni. Itt oldalt meg esetleg elfér még egy ládatartó. Ja, itt lehet, hogy csinálunk ilyen ládatartót erre. 3 egységet el tudok helyezni itt végül is. 2-1. Na, szépen kitavaszodott. Jó, itt benn is lámpa lesz, nem fáklyázunk, mert akkor ez mindig világíthat. Azokat fogom majd preferálni mindenképpen. Ide nem variálok jobban, ez ilyen vasas holmi. Ezeket máshol tesszük az ilyen szövetkészítő eszközöket, meg egyebeket. Ami ide kéne még, az 1, 2, 3, hát... Hát, ide mellett, hogy tudok csinálni olyan polcocskát. Ahhoz kéne ilyen kettes fácska. Nem tudom melyik az, talán inkább ez. Meg egyes. Ez. Így. Megnézzük. 8-as, ide tudok-e rakni ilyet? Vagy így, vagy úgy, valahogy le kéne raknom. Lehet, hogy az ablak alá is fér 2 egyébként. Az ablak alá is fér 2 elvileg. Mondjuk, ha ide rakok egy ilyet, ide meg egy ilyet. Ezt meg mondjuk elfordítjuk így, vagy így. Oda rakunk egy 9-est, így. Ide egy kettő ilyen ládikó elfér, abba lehet tenni ezt-azt. Ide meg keresztbe kéne raknom ilyeneket. 8-as. Ez jó így, ide is tudok rakni egy-két ládikót. Meg ugyanúgy erre a felére is lehet akkor bepakolni ládákat, de ide inkább ide rakunk, ja. Ezt meg ezt felszedjük, azt nem tudom már, de így föl tudom. És akkor ide lehet egész magasan, 3 ládát is tudok rakni oda. Lehet, hogy így még jobb is. Oda mindenképp rakunk egy 1-est. Ne unatkozzon, úgy. Így. Jó. Oké. Okay. Ezt megtömjük ilyen láda fiával. Hát abban lehet szenet, ilyesmit rakni például. A 7-est, hogyha X-el le tudjuk... Hopp, azt oda ledobta. C, és nekem ez kell, hogy... Azt mondja, hogy... nullás, E és freeze.
Pick vagy open van? Ha evel open alom, akkor... Vagy hosszú-e? Holdelja. Ott van benne szén. Aha. Itt is lehet csinálni valami asztalkát. Itt is be tudok buggolni. Oda mondjuk egy, ezért lehetne rakni egy ilyen magasabb asztalt, vagy egy asztalt ide be summantani oda közép, és arra rátenni a széntartót. Az is egy jó dolog lenne. Egyelőre erre is rakhatnám a szenet. Vagy ide mellé. Nem tudom, hogyha itt még egy polc lenne, akkor odaférnék-e. De szerintem odaférnék én is még. Azt is lehet, hogy leburkolom a retegbe ott arra hátrafele is, hogy jól nézzen ki. Mert miért ne? Majd legközelebb. Jó, hát nem tudom, ide az ablak alá lehetne rakni ezt a szenes kannát. Az megint olyan lenne, hogy mindig fölvenném szerintem. De ha arra nézek, akkor szerintem azt tudnám hasznosítani. Jó, végül is egyelőre ide lerakom akkor ezt a szenes holmit. Oké, és ha ránézek, akkor ebből lehet pikkelni hosszú elvel egy kis izét, szenet, ja. Az úgy jó, ez a széntárolónak tökéletes, úgyis itt kell ezen a részen kell a szén. Vajon csak szenet lehet-e beletenni, ez itt a kérdés. Mindjárt nézzük. Hogy elfogadja-e ezt a Wooden Pies-t, nem? Jó. Oké. Lámpás. Az a szám viszkebe van bent, azt még megnézzük. Mi kell ahhoz, hogy tudjak lámpást csinálni? Valahol láttam. Egészen lent, nem? Mi ez a satú? Ez is valami barkács cucc lesz. Azt is valahol be kell raknom majd ide, szerintem. Hát a lámpát azt nem látom. Akkor mégsem iszk. Butor lenne, nem hiszem. Valami lamp, nem, akkor torcs. Ez a torcs van, de az nem torcs, az tutinem. Tutinem torcs, az valami egész más, de mi lehet? Mert egy lámpa, az ide is jól jönne bizony. Van itt izé gyertya. Azt majd rakok azért az étkező asztalra. Herbar bug is van. Az is inventory növelő, nem? Aha, inventory konténer. De amúgy le lehet rakni szerintem bárhol. Itt van lantern. Üveg szilánkok kellnek, rough glass. Azt nem lehet csinálni, azt valahogy homok. Hát homokból lehet égetni valahol. Itt talán. Vagy nem itt. Nem itt. Itt sem nagyon. Akkor azt lehet, hogy kézbe kell csinálni a rough glass-ot. Marad a fákja, a fali fákja. Kirakjak egy fali fákját ide azért, addig. Az mibe kerül a fali torcs? Azt mondja, wall torcs, stun torcs, torcs, ez az. Hát ilyen nem van, úgyhogy craftolok egyet. És ide kipattintjukni, addig is. Legyen egy kis szép fény itt. Azt mondja, 7-es. E és szabad garázdálkodás, és akkor ide kigarázdálkodjuk azt. Lehet ezt így irányítani, hogy kijebb, vagy nem, ezt csak én tudom. Aha, és így igen. Az úgy jó. És hozom a kis pattintókövemet, azt mondjuk ide rakom,
és a 6-ossal bepattintjuk ezt. Jobban, jobb fény lesz, na. Így már egész barátságos is ez a helység. Van némi fény legalább oda bent. Oda is rakhatok egyet arra a falra is. De majd később inkább lámpával operálunk, az lesz a jobb megoldás. Minden esetre itt most este azért lehet látni már ebbe a helységbe. Jó van, de én is köszönök. Ez lett volna akkor a kemencés helységünk, majd de hozok valami jó kis szőnyeget még az ajtajába. Az még belefér a projektbe. Hátul nem tudunk többet kihozni ebből, ez ennyi volt. Ezt a kemencét jobban hátra tolni nem nagyon lehet, mert nem szabad. Sajnos. Ennyire engedi magát. Különben kilátszik, aztán akkor megvan a baj. Úgyhogy maradunk ebben a dizájnnal. Ide egy-két ládikót egymásra el tudok helyezni, még abba tudunk rakni ilyen itteni cuccokat. Meg még itt kialakítani esetleg valami pultot, hogyha szükséges, hogy tudjunk még lerakni valamilyen barkács eszköz. De lehet, hogy éppen ide fogok majd lerakni valami barkács eszközt, hogyha úgy alakul a dolog, és itt lesznek a ládikók, az is lehet, mert innen végül is a ládikók nyithatók, ha ide elhelyezem őket, vagy az ablak elé is, annyira nem fontos, hogy most kilássunk. Nem olyan égető a dolog, úgyhogy, ja, azokkal még majd foglalatoskodunk. Aztán lesz valahogy, jól van, oké. Szépen alakulunk. Közben meggyártjuk hűvös halomba a ládikókat, hogy a raktér is megteljen remélhetőleg. Hát a 14 az egy oldalra tuti kifér, inkább 15 is lesz belőle, elég sűrűn tudom rakni őket. Így összebuggoltatva, és hát így ugye eléggé jól lehet őket szétszortírozni. Ha így keresi az ember őket, akkor bármelyikbe kényelmesen bele tudok nyúlni, úgyhogy lecsukva pedig nem zavar senkit. Úgyhogy ez egy nagyon praktikus megoldás, hogyha valahova megy az ember, aztán loot hegyeket szed össze. Jól van, köszönöm a figyelmet, jövök vissza hamarosan, Y-Lenccel, sziasztok!